A nyugdíjasokat tömörítő közösség azzal a céllal született, hogy a szépkorúak összejöhessenek örömködni szeretetben, és őket érdeklő témákról beszélgethessenek, mondta a társaság elnöke. Az elmúlt egy évben sok kirándulás, a testi-lelki egészséggel foglalkozó előadás és mulatság várta a tagokat. Sokat tapasztaltunk, most már még okosabbak vagyunk, hogy hogyan szervezzük úgy a programokat, hogy minél többen eljöjjenek, és tulajdonképpen ezt a mai egyéves születésnapot egy kis tagtoborzónak is szánjuk. Mi nem határvadászokat toborzunk, hanem hévízi szépkorúakat, akiket hívunk a társaságunkba, szívesen fogadunk, hogy együtt éljük meg a szépkorúság szépségeit örömbe, szeretetbe. A mostani találkozó és köszöntés az ez egy esztendős születésnapját ünneplő egyesületé. A havonta több alkalommal is programot szervező Szépkorúak Vidám Társaságát Pap Gábor is köszöntötte. A polgármester szerint a város egésze számára hasznos civil közösség született egy évvel ezelőtt, amelynek derűjére, aktivitására nagy szükség van napjainkban. A név is azt gondolom, hogy önmagáért beszél, hiszen arról szól, hogy olyan programokat, olyan összejöveteleket, olyan összetartásokat próbálnak megszervezni, legyen ez túra, egy táncest, egy kirándulás, bármi más, egy kiállítás, egy bármilyen program, amiben a hévízi időskorúakat, akik eddig lehetséges, hogy nem jártak el, nem is gondoltak erre, hogy hova tudnának elmenni, fölvállalta egy szervező csapat, egy szűk stáb, hogy őket összeszedi. Pap Gábor megköszönte a civil közösségnek, hogy ebbe az űrzavaros, bizonytalan, folyton gondokkal küszködő világba be tudja csempészni a harmóniát, a szeretetben és szeretettel gondoskodást és egymás végtelen tiszteletét.